A Dombóvári Ujjesség Központunk 2021. december 31-én nyitotta meg a kapuit, tehát most már lassan 3 évesek vagyunk. Minden évben megrendezünk a családi nyílt napunkat Dombóvár lakosságának, illetve az ellátottjaink számára. Célunk, hogy egy kicsit jobban megismerjen minket a lakosság, és hogy az ellátottjaink lényegében egy kicsit kötetlen program keretében is részt vehessenek nálunk a programokban, a mindennapokat egy kicsit kizárva. Pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali ellátásával foglalkozunk, nappali ellátás keretében. Nagyon fontos, hogy az év minden napján nyitva vagyunk, hétvégén is ünnepnap is várjuk az ellátottakat, illetve a hozzánk betérőket. Az ellátási területünk Dombóvárra szól, tehát Dombóvár lakosságát várjuk hozzánk. Különböző csoportfoglalkozások, egyéni beszélgetések, nyitott és zárt programokon vehetnek részt az ellátottjaink, külső trénerek bevonásával ellátotti képzések zajlanak. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni motivációkra, az egyéni konzultációkra, az egyéni beszélgetésekre. Szeretnénk, ha hosszú távon tudnánk együttműködni Dombóvárváros lakosságával. Nagyon hálásak vagyunk Dombóvárváros önkormányzatának. Rengeteg segítséget kapunk tőlük, ahogy a rendőrségtől is, tehát nekik is köszönjük, mert minden rendezvényükön itt vannak és támogatnak minket. És remélhetőleg ez egy nagyon hosszú együttműködés lesz. Van, aki az egészségügyi felmérés miatt érkezett, de nagy volt az érdeklődés az internetes bűnözés megelőzés szakértője tanácsadása iránt is. Sok minden történik ma, van ilyen kézművesség, akkor van vérnyoma, ilyen egészségügyi ízévé, akkor van olyan, hogy kis szendvicsek, kicsit eszünk, és akkor hát többféle a gyermekeknek van ilyen festés, és akkor, hogyan mondjam, és délben meg majd lesz ebéd. De lesz itt a rendőrség is, ilyen gyerekeknek ilyen bemutató, úgyhogy még meg, látom, már zenekar is lesz, meg gyermekek fognak ez a kötéltánc. Nyugdíjas vagyok, és szeretek idejárni, igyekszem részt venni. Én már majdnem az elejétől, hogy voltam itt, vagy vagyok is itt, sok mindenben így részt veszünk, úgyhogy vannak így hétköznapok is, ilyen előadások. Színes programokkal készültünk a mai napon, igyekeztünk minden korosztályt megszólítani. Pápai László énekes és zenepedagógus nosztalgia dalokkal szórakoztatja majd vendégeinket, aztán a Dombóvári Kötélugró Sportegyesület növendékeinek ugróköteles bemutatója fog következni. Itt van körünkben Tóth Szilvia, a Dombóvári Rendőrkapitányság rendőrfőtörzs zászlósa, aki a bűnmegelőzésről tart tájékoztatást, online elkövetett csalásokról és visszaélésekről tart ilyen felvilágosítást az érdeklődőknek. A legkisebbekre is gondoltunk, arcfestéssel, csillámtoválással készültünk, illetve lehetőség van aszfaltrajz készítésére is. A Dombóvári Egészségfejlesztési Iroda jóvoltából lehetőség nyílik egészségügyi állapotfelmérésre. Aztán az alkotni vágyok kézműves csoportokban tevékenykedhetnek. Itt van körünkben Berkné Farkas Edit foltvarró csoportja, illetve Szemes Melinda. Nagy Imre a Safer Internet képviseletében biztonságos internet használatról tart előadást, és egy kis online quizzel is készült a mai napon. Hideg italokról, zsíros kenyérről gondoskodunk, illetve a Róna Kft. Felajánlásával vadpörkölt ebédet fognak kapni a jelenlévők. Már harmadik alkalommal rendezzük meg a nyílt napunkat, aminek a célja, hogy a Dombóvár lakossága megismerje intézményünket, és szükség esetén tudjanak segítséget kérni, tudjanak hova fordulni. Intézményünk pszichiátria, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásával foglalkozik, tehát főleg függőségekkel vagy pszichés problémákkal keresik meg intézményünket, illetve ebben tudunk segítséget nyújtani az érintetteknek. A pszichés problémák sok embert érintenek, hozzájárul a nehéz anyagi helyzet, az egészségügyi állapotuk romlása, illetve az őket ért különböző élethelyzeti nehézségek, válságok, és így nekik próbálunk segítséget nyújtani a hétköznapokban. 110 ellátottunk van, tehát ez egy állandó létszám. Ha valaki kiesik esetleg valamilyen oknál fogva, akkor tudunk új főt felvenni az ellátásunkba. Főként idősebbek, tehát jelenleg az idősebb korosztály a jellemző, de vannak fiatalabb, aktív korú ellátottjaink is.
Illésné Szabó Rita 4 gyermekkel érkezett a rendezvényre. Vidáman jöttünk, gyerekek is jól érzik magukat, szeretünk ide járni, mindenki ismerős, szeretjük egymást, mindenkiről tudunk már nagyon sok mindent, és vidáman is megyünk el. Már többször voltunk itt, mert nagyon régóta ide járunk már. Mi is a Gábor előadására szoktunk jönni, a Mónikáékkal vagyunk, most a Gabi, én hozzájuk tartozom. Úgyhogy mindent az ég adta világon el tudok nekik mondani, meg tudunk beszélni. Aranyosak, titoktartóak, és mindenbe tudnak segíteni, amit csak kérünk.